Lukács Ligeti és a Bauhaus örökség premierjével zárult a Modernity X Hungary Fesztivál New Yorkban. A bécsi származású Lukács Ligeti, akinek édesapja a világhírű zeneszerző Ligeti György, 20 éve költözött New Yorkba, ahol kialakított egy sajátos stílust, amelyben felfedezhető a kísérleti zene, a jazz, az elektronikus, a kortárs klasszikus zene és az afrikai világzene is. A fesztivál kiváló magyar művészek sorát vonultatta fel New Yorkban az elmúlt hónapokban. Lukács Ligeti estje intenzív művészi párbeszédet hozott a kortárs komoly zene és a Bauhaus, ezzel együtt pedig Moholy Nagy László öröksége között. A koncert Brooklynban, a kortárs zene egyik legjelentősebb fellegvárában került megrendezésre. Én soha nem éltem Magyarországon. Ausztriában nőttem fel, nem is tanultam meg magyarul, amit eléggé sajnálok. Változtatni szeretnék ezen, ehhez viszont több időt kell Magyarországon töltenem, amire eddig nem volt alkalmam. Mikor Magyarországon vagyok, mindig valamiféle otthonérzetem van. Fura, de egy kicsit közép-európai, egy kicsit amerikai és egy kicsit dél-afrikai is vagyok. Ennek ellenére Magyarország a kedvenc helyem, és a szüleim révén talán több közöm van a magyar kultúrához, mint máshoz. Idén 70 éve, hogy elhunyt a világszerte elismert magyar iparművész Moholy Nagy László. Tiszteletére írt darabot Lukács Ligeti, aki zenével próbálta bemutatni a magyar képzőművész, fotóművész, formatervező, tanár és gondolkodó gazdag életművét. Először meg kellett értenem, hogy hogyan vélekedik Moholy Nagy László a mostani idő különböző irányzatairól. Ezeket az irányzatokat egyáltalán befogadja-e, vagy sem? Amit Moholy képvisel, azok eléggé tiszta vonalak. Én egy kicsit keverni akartam ezeket a vonalakat a darabomban, néha sík, néha kör alakban. Moholy Nagy László életmű kiállítása május 27-én nyílt meg a Guggenheim Múzeumban. Pezsgő magyar kulturális élet folyt tehát az elmúlt néhány hónapban New Yorkban. A témát folytatjuk Kumin Ferenccel, New Yorki főkonzullal. Tisztelettel köszöntöm. Május 7-e és augusztus 14-e között rendezték meg New Yorkban ezt az összművészeti fesztivált, amelynek fókuszában ugye a magyar modernizmus volt. Mennyire tudták megérinteni a New Yorkiakat? Én azt gondolom, hogy amennyire csak ez lehetséges, egy ilyen méretű ország számára, mint Magyarország, egy olyan hatalmas és valóban nyüzsgő kulturális élettel rendelkező városban, mint New York, mi elértük azt, hogy beszédtéma volt a magyar modernizmus, beszédtéma volt Moholy Nagy László művészete, hiszen az egész fesztivál ötlet alapja a Guggenheim Múzeumban, ami a világ legfontosabb modern vagy nonfiguratív képzőművészeti találkozóhelye, egy több hónapon át tartó Moholy Nagy retrospektív kiállítás volt. Hogy ennek a jelentőségét értsék a tévénézők, ez a múzeum központi kiállító terében, ami egy különös spirális tér, kizárólag Moholy Nagy munkája, amit a világ minden tájáról, gyűjtőktől, múzeumoktól szedett össze a múzeum, ide került, és ez egy sajátos gravitációs pontja volt a New Yorki kulturális életnek. Koncertek helyszíne is volt a múzeum, a Guggenheim Múzeum, tehát itt jön be az összkulturális vagy összművészeti aspektusa ennek az időszaknak, és számos más pontján is a városnak különböző események voltak, amiket mi és a Magyar Kulturális Központ próbált a Moholy Nagy kiállítás apropóján megvalósítani. Egy plusz galéria helyszínnel is jelen voltunk, ahol kortárs fotókat meg lehetett tekinteni. Egy kicsit azt próbáltuk megmutatni, hogy a magyar modernizmusnak volt egy nagy korszaka, de a magyar művészet, a magyar fotográfia az továbbra is él, és ott van a világ élvonalában, és azt gondolom, hogy ez sikerült. Ez a fajta kép,
Ez ugyan mutatja a magyar művészetet, de ugyanakkor talán ráirányíthatja egy kicsit a figyelmet az országra, vagy a történelmünkre. Ezzel kapcsolatban mit tapasztaltak? Nagyon-nagyon fontos volt ez nekünk, hiszen ezeket az alkotókat sokan ismerik, de úgy ismerik, mint akár német vagy amerikai, mert hiszen ott éltek, oda jutottak az életük egy későbbi szakaszában. Tehát ilyen országhoz tartozó művészeket. Mi meg tudtuk mutatni azt, hogy ők Magyarországról indultak, hogy Magyarországon volt egy sajátos kiinduló pontja a modernizmusnak, és nagyon fontos szerepet játszott a globális modernizmusban. Ha már a történelmet említette, azt gondolom, hogy ez egy jó kiinduló lap lehet ez az összművészeti fesztivál a figyelem érdeklődésének továbbvitelére a tekintetben, hogy készülnek önök is az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára. Mennyire tudják ébren tartani a figyelmet? Azt gondolom, hogy talán a világon nincs még egy olyan hely Magyarországon, csak Árpád-medencén kívül, ahol ennyire fontos lehet az 56-os emlékezet, az 56-os főleg kerekévforduló méltó megünneplése, hiszen rengeteg forradalmár végül is Amerikába kényszerült menekülni a forradalom leverése után, és nagyon sokan közülük velük vannak, nagyon aktívak, és számukra is nagyon fontos az, hogy ebben a városban, ahol és aminek a környékén tényleg ennyire erőteljesen összpontosulnak az 56-os forradalmárok, ott méltó módon legyen meg. Az 50. évfordulón is ők nagyon aktívak voltak, akkor egy kicsit magányosan, mert nem kaptak akkora segítséget az anyaországból. Most viszont az anyaországgal teljes összhangban és harmóniában együtt készülünk arra, hogy tényleg a lehető legemlékezetesebb legyen ez a nap és a nap környéke. Amikor legutóbb itt járt nálunk, akkor említette, hogy egy emlékmű felállításával is próbálkoznak. Hol tart az ügy? Nagyon-nagyon nagy az esély annak, hogy már az ünnep napján, október 23-án felavatható állapotban lesz. Nem egyszerű dolog New York városában emlékművet állítani, ezt biztosan mondhatom, de az 56-os magyarok szívósága, kitartása, és egy pici részben azért a mi segítségünk is ott volt abban, hogy ez most itt megtörténhet. Emlékműn túl néhány programról? Jönnek a Magyar Nemzeti Táncszínház művészei, és egy kifejezetten az ünnepre megalkotott koreográfiát fognak előadni, erre is nagyon, nagyon számítunk, és próbálunk egy kicsit az amerikai szélesebb közönség felé fordulni, a fiatalabbak felé, akiknek már nincsen közvetlen emléke 56-ról, és talán akkor a tudása sem. Éppen ezért lesz a városnak egy nagyon felkapott részén, a Manhattan Beach brooklyni oldalán egy úgynevezett fényfestéses vetítés, ahol egy animációt fogunk három napon át esténként erre az óriási nagy betonfelületre eljutni. Köszönöm.